Szevasztok, itt vagyunk Újpest városkapunál, a felújított állomás, tessék, így néz ki, arra van Újpest központ, kb. 400 méterre, és itt az új jelzőt látszik, most ment el a ponton, és ugye szokás, viszont itt a dizájnerembe bekerült a lila, ha már Újpesten vagyunk, tehát ennyi önösebb, és gyerekeltük, hogy itt négy kiárat van erről a metró megálló, de ez korábban is így volt. Majd megnézzük, hogy épült-e lift valahova, bár úgy tudom, hogy a Dózsa-György kivételével mindenhol épült lift. Nézzétek meg ezeket a padokat. Ezek már a felújított dizájn. És hát itt van ez a sokat emlegetett lila. Nem is olyan. Nincs kell még tudni, hogy itt közvetlen kapcsolat van a vasúthoz is. Megbuszjálatok és indulnak innen. Még a Volán buszpálya udvar is itt van a közelben. És még mindig tesztüzemben van a kijelző. Hát nézzétek meg. Majd mindjárt elnézünk arra is. Itt az új tájékoztató tábla. Kis betekintés az alagútba. Hamarosan a metró fog jönni. Most kevésbé csúcsidőben jöttem, most kisebb a forgalom. Innen lehet jól átlátni a peront. Kérjük, hagyja szabadon a biztonsági sávot. Ez most nem én köszönjük. Voltam. Én most kívül vagyok rajta. Itt van az egyik kiárat, és ide épült a lift is. Ugye megnézzük. Hoppá, és vannak ezek a mintázatok is. Ezek úgy emlékszem, hogy megvoltak a régi megállóba is. És onnan lettek visszaemelve. Na, majd meg kell néznem a régi képeimet, hogy mutasd, amik vannak. És valamelyik lifttel érzésem szerint föl lehet menni a megállóhelyhez is. Valószínűleg ez lesz az. Hát ha már van lift, akkor próbáljuk is ki. Aztán majd a lépcsőn fogok visszajönni. A felvonók látjátok, ez itt úgymond a felszínt, vagy a nulladik szint lehet. És a lifttel még föl lehet menni egészen a megállóhelyig is. Melyiként a kettes vonal átépítésénél lehetett látni, hogy a megállóhely és ott van a liftnek a helye, csak akkor még nem működött. Ezt most kötötték be a metróba. És itt van a sima lépcsős lejárat. És itt viszont nem változott sem. Szemben pedig ott a buszpálya udvar. És onnan majd le a... Onnan. És itt van maga a lejárat. És egyébként ezt ugye, amit látjátok, a pénzszintnek mondja. Egyébként azt mondta be, hogy első emelet. De ez itt a megállóhely. Nyilván, tehát... Nem tudom, hogy ezt hogy kell érteni, hogy P mint azért megálló, vagy P mint vasútállomás, de mindesetre P-vel van jelölve. És egyébként ott van az eddig is meglévő lejáró, és hát itt nyilván itt a... Ott az átjárón azon nem volt felújítás.
De egyébként az újpesti aluljáron is megvan, meg az Árpád hídinál is, ahogy láttam, hogy csak a megálló lett rendbetéve, a felújítás, az igaz, hogy metró felújításnak volt eladva, tehát nyilván csak a hármas metróban foglalkoztak magával, az aluljárókkal nem, tehát az ugyanaz a lepukkadt dzsuvás maradt. Hát azért vagy legalább egy telimóval végig lehetett volna menni, vagy egy locsolóval, vagy valamivel, hogy lecsapatti legalább azért az évtizedes koszokat róla, de hát nem fér bele, nem fér bele mondjuk ezt. Metró felújítás hibájának ezt nem lehet igazából felhozni, mert hogy én benne is van a nevében, hogy metró felújítás, és nem metró és a hozzátartozó aluljárók felújítása, mert az egyébként nyilván nem a BKK meg a BKV dolga lenne, hanem az önkormányzati, akinek a területéhez tartozik. Tehát most ezt én nem is fogom így hibának felhozni, mert ugye többen megtették már, hogy azért, hogy itt van azért frissen felújított megállók, aztán mellette meg a sok csúvás aluljáró, de hát ez jutott, Istenem, hát el kell fogadni, hogy ez nem a BKV dolga, és semmi köze a metró felújításhoz. És szerintem ez lesz az a lift, amelyik a másikhoz megy. Így néz ki a fülketetője, hát ez már modernebb. Az ott egyébként egy vezérnő, elem onnan kézileg lehet a fülkét irányítani a fülketetejéről. Megy is, mert valaki lehívta. És akkor szerintem most fogunk eljutni a másik peronhoz. Na, nem megyünk. Akkor nyomjuk meg. És itt van még egy ilyen kis faldísz, úgymond. De ezek jók. Nincs ezekkel semmi baj szerintem. Ott meg a hagyományos másik lejárat. Azt is a pedonban vagyunk, csak a másik oldalt. De majd most elsétálok a másik oldali kijárat. Hogy ez is megvolt még a régi megállónál is. Úgyhogy ezért az jó dolgokat is szerettem. És akkor itt a másik oldali kijárat. És akkor itt van a felszín.
Tükki kifele menő lejárat, felszínen semmi változás nincsen, és akkor itt a két lejárat, Újpest központ fele, a másik pedig Köki fele. És akkor az újpesti alatt a háttérben van még egy metró szellőző, szóval az alagútnak az egyik szellőzője, a ma oldalt is van egy. És hát gyakorlatilag akkor kb. Ennyi. Az Újpest városkapuja állomás. Na mindjárt megyek tovább, és megnézem a Gyöngyösi utcait is.